Üdvözlök mindenkit, ez a Techinfo konyha nyelven. A mai téma különleges aktualitása az, hogy a mai fiatalokat a youtuberek szögezik a számítógépek képernyői elé, és árasztják el mindenféle tartalommal attól függően, hogy mire is kíváncsiak. De hogy miért is rabolom mindenki idejét? Egyszerű. Sajnos a youtuberek nagy része nincs tisztában avval, hogy mit tehet, mit nem tehet, azaz mit tölthet fel, és mit nem tölthet fel, hogyha nem szeretne egy jókora büntetést. Az adatvédelem sok helyen még gyerekcipőben jár, sajnos kis hazánk se áll az élen ezen a téren. Annak ellenére, hogy már 2011-es az infotörvény, azaz a magyar adatvédelmi törvény, és már 2016 óta ismerhetjük az uniós adatvédelmi rendeletet, mely most május 25-ével lépett életbe. És sajnos maguk a médiák, a tévék se igazán vannak tisztában, nem mindenki használja, vagy nem mindenki jól értelmezi ezeket a törvényelőírásokat, rendeleteket. És itt a másik nagyon fontos, hogy maguk a cégek sem ismerik ezeket, sőt a szabályozás is soknál hiányos. Avval sincsenek tisztában például, hogy egy céges rendezvényen, egy zárt körű céges rendezvényen készült bármilyen felvétel, lehet az kép vagy videó, csakis a rajta szereplők önkéntes, írásos jóváhagyásával jeleníthető meg. Azaz nem tölthetnék fel a Facebook oldalukra, vagy bármely más közösségi médiába, de sajnos ebben nincsenek tisztában, és megteszik mai napig is. És ha ők nincsenek tisztában, akkor miért várjuk el azt a youtuberektől, hogy ők ebben tisztában legyenek? Valószínűleg hozzájuk még kevésbé jutnak el ezek az információk, melyekkel mostanában azért a cégeket elég keményen bombázzák, hogy ilyen adatvédelmi szabályozás, olyan rendelet, mire kell felkészülni, minek kellene már megfelelni. Ez sajnos a youtuberekhez nem jut el. Én most nekik szeretnék, és minden átlagembernek, hétköznapi embernek segíteni néhány szóval, néhány mondattal, hogy mire is érdemes odafigyelni, mind a YouTube, mind bármely más közösségi média használatával. Először is kezdeném avval, hogy még a családi és baráti társasággal zárt körben készült fényképek, felvételek, videók megjelenítéséhez is szükséges az ő engedélyük. Jó, nyilván családtagtól nem fogunk írásba engedélyt kérni, de legalább szóban engedélyt kell kérni, hogy az megjelenhessen, tehát feltölthessük. Mert ha kompromitáló, vagy egyéb olyan tartalom van, ami később visszaüthet, visszanyalhat, úgymond, akkor ne legyen abból probléma, hogy esetleg feljelent, vagy bármilyen más hatása lehet ennek a felvételnek. Amennyiben viszont ezek a felvételek nyitott rendezvényen készültek, akkor feltehetőek. De itt is azért érdemes odafigyelni, hogyha ez erősen kompromitáló helyzetet mutat be, vagy valami olyan helyzetet teremthet annak a rajta szereplő személynek, ami neki később problémát okozhat, akkor még ott is van lehetősége jogi útra terelni a dolgokat. Tehát itt is azért érdemes megkérdezni, hogy ugyan már barátom, vagy ugyan már kedves testvér, feltehetem-e ezt a felvételt. Amennyiben azt mondja, hogy nem, még mindig ott a kiskapu, hogy ugyanez nyílt rendezvényen volt, de ő nem járult hozzá, akkor kikockázzuk az arcát, hogy ne legyen felismerhető, és akkor mégis jót lehet nevetni a szituáción, anélkül, hogy tudnánk, hogy ki van rajta. Ha mindenáron ragaszkodunk ahhoz, hogy ez felkerüljön. És ugye ebben már kapcsolódtunk is a YouTube-hoz, mert hát youtuberek is sokszor tesznek fel vicces képeket, akár magukról, akár családtagjukról, vagy bármely más eseményről, vagy esetleg más youtuber által megosztott képekből, videókból csemegéznek. Tehát térjünk is a lényegre. Amit tudni kell, minden természetes személy, tehát azaz minden személynek legalább 2 darab személyes adat, ami lehet név, cím, személyigazolványszám, adószám, telefonszám, milyen iskola, milyen osztályába jár, vagy bármilyen ilyen adat, személyes adatnak minősül. De vannak olyan adatok, mint például az arcképmás, vagy a hozzátartozó cselekmény, ami önmagában is személyes adatnak minősül, és ha ezt mi kezeljük, közzétesszük, akkor adatkezelést végzünk.
és sajnos itt már vonatkozik is mindenkire azonnal az adatvédelmi rendelet. Tehát figyelembe kell venni, kiről mit jelentetünk meg. A youtuber magáról úgy oszt meg képet, videót, ahogy akar. Ehhez nyilván nem kell senki engedélye, hisz önmaga engedélyezi. De itt jön az, hogy mi van, ha kiskorú a youtuber. Akkor az ő megosztásai nyilván a nagykorú, azaz a felnőtt, a szülőnek a jóváhagyásával lehet. És ha bármi olyan problémát okoz, vagy olyan dolgot tesz közzé, akkor a felelősség nem a kiskorú youtubert, hanem a szülőt fogja érinteni. Azaz őt fogják számon kérni, hogy ő miért hagyta, miért engedte, stb. Tehát erre érdemes odafigyelni. Mi van, ha a youtuber kiskorúval szerepel a felvételen? Ha maga a youtuber is kiskorú és úgy szerepel egy kiskorúval, nyilván a szülői felelősség az, hogy ők szerepelnek és mit jelenítenek meg. Ha a youtuber maga nagykorú és úgy szerepel kiskorúval a felvételen, akkor ott is, ha a nagykorú youtuber az mondjuk a szülő és a gyermekével szerepel, akkor nyilván ő maga adott engedélyt arra, hogy a gyereke ott megjelenjen, tehát itt nincsen probléma. De ha már valaki nem a gyermekével szerepel, hanem testvérével, vagy haverjával, aki még nem töltötte be a 18-at, vagy bármilyen ilyen kombinációba, akkor már engedélyt kell kérnie a kiskorú szülőjétől, hogy megjelenhessen a videó felvételen, és felkerülhessen a YouTube-ra, vagy például készült vele egy fénykép, azt közzé lehessen tenni. Igen, körülményes, igen, problémás, igen, még egy nyűg a nyakunkon, lehet ezt mondani, de mostanában ebbe a rohamosan fejlődő információs társadalomban egyre nagyobb problémát okoz az, hogy sokan visszaélnek ezekkel az adatokkal, felvételekkel. Tehát érdemes odafigyelni már csak azért is, nehogy mi magunk kerüljünk ilyen helyzetbe. Tehát rólunk is oszthatnak meg bármikor, nyilván kerülhetünk olyan helyzetbe, amit nem szeretnénk, hogy mások lássanak. És ha mi nem szeretnénk, gondoljunk bele, hogy más se szeretné. És mint említettem, családi felvételek, ugye a barátokkal készült képek, felvételek esetében is áll ez a dolog, hogy legalább szóbeli engedélyt kérni kell tőlük, hogy megjelenhessenek a mi kis YouTube csatornánkon, vagy bármely közösségi médiában nyitott csatornánkon, vagy nevünk alatt. A másik nagy probléma a YouTube-ban és a közösségi médiákkal, hogy sok olyan kiskorú van, de már akadnak nagykorúak között, tehát a felnőttek között is olyanok, akik különböző sérelmeiket akarják közzétenni ezeken a csatornákon, vagy éppen bosszút állni azon, akitől azt a sérelmet elszenvedték. És itt van egy másik nagyon nagy probléma. Ugyanis ha kompromitáló vagy sértő tartalmat töltünk fel másról szándékosan, kicsinyes bosszú vagy bármi miatt, de a szándékosság feltételezhető, és ezen a felvételen vagy ezen a utaláson kettő személyes adat, vagy ha képről van szó, ugye már akkor az önmagában is elegendő szerepel, és lehet akár maga annak a személynek az arcképmása, vagy montírozott, furcsa helyzetbe bemutató arcképmása, vagy bármi ilyen. És az a személy ezt észreveszi, látja, és sértve érzi magát, feljelentést tehet, és sérelemdíjat kérhet, ami akár milliós nagyságrendű is lehet. Tehát lehet, hogy mi bosszút akarunk állni, és a végén mi járunk rosszul, mert a sértett fél bírósághoz fordul, vagy a NAIH-hoz fordul, és megítélnek neki egy jó pár milliós sérelemdíjat, amit nekünk ki kell fizetni. És nyilván, ha a youtuber kiskorú, akkor nem a youtuber, tehát nem a kiskorú youtubernek kell kifizetni, hanem a kiskorú youtuber szülőjének kell kifizetni. Tehát ebben is számolni kell, amikor mi valamilyen bosszút, vagy valamilyen sérelmet akarunk közzé tenni, akár a YouTube-on, akár bármely más közösségi médiában. És így gyorsan felhívom a figyelmet, hogy ez nem csak természetes személyeket, tehát nem csak személyekkel kapcsolatos, hanem akár jogi személyek, cégek is élhetnek ilyen kártérítési igényen azzal kapcsolatban, hogyha őket jogtalanul rágalmazzák.
Tehát vigyázni kell, hogy melyik céget hogyan rágalmazzuk. Ugyan ilyen videókat is lehet látni, vagy ilyen mémeket is, ahol különböző cégeket figuráznak ki. Nyilván se idejük, se apparátusuk, hogy állandóan ezt nézzék, de egy felkapottabb videó, ami számukra problémásabb lehet, kárt okozhat, azért az kellően felhívja magára a figyelmet, és nyilván megteszik a kellő jogi lépéseket. És mint említettem, ugye az információs társadalmunk rohamos fejlődése mellett elengedhetetlenül az adatvédelem is fejlődjön, ezért tisztában kell lenni ezzel. Tudom, nem olvashatja el mindenki ezt a törvényt, nem fogja ezt átnyálazni. Ezért is próbálom én felhívni itt néhány szóban, néhány mondatban a figyelmet arra, hogy mire kell odafigyelni, és ha valaki kíváncsi rá, de mégse akarja a törvényeket átnyálazni, ajánlom figyelmébe a témában feltöltött korábbi videóimat is, amik között találhat olyat, ami esetleg még érdekelheti. A címek mindegyiknél eléggé egyértelműen mutatják, hogy miről szól a téma. És érdemes úgy gondolni, hogy úgy gondolkozni, mielőtt feltöltünk egy videót, vagy egy képet, vagy bármit a közösségi médiákra, akár YouTube, akár Facebook, akár bármilyen más közösségi médiába, hogy a rajta szereplőnek a helyzetébe képzeljük oda magunkat, és mi mit szólnánk, ha az velünk kapcsolatosan kerülne fel, ha rólunk szólna, rólunk töltenék fel. Ez azért nagyban segíthet átgondolni, hogy milyen reakcióira számíthatunk az érintett részéről. Amennyiben kérdésetek lenne még a témával kapcsolatban, nyugodtan írjatok a videó alá, vagy akár a videó alatt található e-mail címre is, nagyon szívesen válaszolok. Remélem hasznosnak találjátok a megosztott információkat. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!